Mellettem BS, aki, ha minden igaz, 5 évvel ezelőtt voltál nálunk először? Igen, igen, 5 évvel ezelőtt, még egy hasonló szerelmes zenével. Jesszus, Maris, milyen emlékeid vannak arról a találkozásról? Kivel beszélgettél, Kukával vagy velem? Veled. És milyen jó memóriád van, látod? No, a sapkás fiúval. Akkor egy szerelmes dal volt, és lehet, hogy én szóval is tettem, hogy azért picikét mostanában az a szerelmes dal, ez jön feljövőbe, de úgy látszik, hogy ez a téma az már csak ilyen, hogy te ezt tudod, ezt szereted. Hát én próbáltam változtatni rajta, de mindig ez jött ki, úgyhogy igazából fölösleges erőltetni a változtatást. Úgy alakul az élet, ahogy azt együtt elterveztük régen, ahogy csak úgy múlnak az évek, mindenki alszik, és csak te vagy ébren. Ráadásul most egy picikét megerősítve magad mellé eltottad Horus is a COD-ből. Kezdjük azzal, hogy milyen COD-t tett kód, amelyik idézet van rajtad, és hol? Nekem ilyen nincsen. Nincs. Nincs? Hát még nincs, tegyük hozzá. Horusszal régi a barátság, vagy csak ered arra hívtad be? Igazából onnan van a barátság, hogy ezelőtt 4 évvel ő hívott be engem egy dalba, akkor a Horus Marcus BS név, ez a Nem Tudtam című zene volt, és ott lettünk igazából barátok. Emlékszem, gyerek fejjel mi volt, ráhajtottam egy lányhő, meg simán földbe tiport. Tipróttam eleget, meg szenvedtem az életben, de most már boldog vagyok, mert a zene lett az életem. Lent voltunk a grundon, vagy csöröztünk a parkban, volt ki lenézett minket, de őket leszartam. Nem maradtam magamra, ne lettem a sok barátom, ha emlékeznek, milyen volt a zenénk, nekik ajánlom. Mostani dal, ez hát hogy mondjam, a klasszikus videoklip formátum, vagyis van egyrészt az image része, amikor is az a napszemüveg, most csak lehadd nézzük, mert hogy ugyanaz a napszemcsi az? Ugyanaz. Ez az, amikor a napszemcsi, hagyd fölni, az így vagány. Jó, poló. Most jutott eszembe, amikor jöttem ide. A poló is ugyanaz. Tépek egy lapot, leírom, amit gondolok, de már nem tini vagyok, nem úgy tombolnak a hormonok. Zene a fülesbe, a mikrofon meg kézbe, ez segített, tehát mindig akárhányszor voltam trébe. Van ugye a sztori része, arról beszélünk ezt a sztoriról, ki a lány, ki az úr, és miről szól éppen a sztori? A lányt és a srácot az Peti castingolta a Facebookon, hát igazából jelentkeztek rá, és ők lettek a kiválasztottak. A helyszín az pedig az egyik barátomnak a frissen felújított lakásában. Közben... Tudsz ilyen szakikat, akik tudnak jól festeni? Épp ma kérdezett a szomszédom egy jó festőt egyébként, majd erről beszélünk a riport végén. Szóval, igen? Én egyébként festő is vagyok. hát igazából elég jól telt, jó hangulatban. Hőn a Dávid forgatta a srácot meg a lányt, hát mi meg fifáztunk a Horusszal, illetve a haverral, akinél voltunk. Ez lesz a végzetem, nem szabadulok tőle, bárhogy alakul, ő lesz az életem nője, a gyerekeim anyja, meg amit elképzelek, ha meglátlak, úgy mosolygok én is, mint egy kisgyerek. Magad a ugye egy szerelmes kibb, de tényleg ez egy olyan téma, ami nem csak a hip-hopé, hanem gyakorlatilag a könnyű zenéjé, hogy imádnak az emberek erről beszélni, mert megihleti őket. Neked szintén egy konkrét élmény, vagy ez egy általános? Mert ugye elhangzik ugye a szövegben is, hogy ez nem egy tip, nem egy... Hogy van? Fú, hát most nem tudom. Nem egy konkrét hölgynek konkrét történet ez, ugye? Nem, ez a volt barátnőm, akivel egyébként már elég régen szakítottunk, hát ilyen se veled, se nélkület kapcsolatban vagyunk, egyébként még a mai napig is. Beleérkeztél különben, itt van, csak nem tudjuk mutatni. Úgyhogy hát ennyi, hát a nagy szerelem az már csak ilyen, megszületett a dal. Minden pillanatban azon kattogok én is, hogy szeretjük egymást, hol rontottuk el mégis. Emelt fővel nézek előre, de ez végtelen, a szeretetem töretlen, hozzád köt egy életen. Csak megyek a szavaim, viszi a szél, aki elment itthonról, remélem haza is ér. Néha nem úgy alakul az élet. Aki mondjuk rég nem látott téged, azt mondta, jaj, de jó, újra itt vagy és újra egy dal, vagy inkább az újak találtak meg téged, akik még nem is ismertek korábban? Nagyon változó, mert volt, aki azt írta ugye a kommentekbe is, hogy végre csináltam új zenét, és teljesen jó. Voltak újak is. Én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy milyen rég adtam ki szóló zenét, ahhoz képest elég jó a nézettség is. Nem vagyok túl nagyra vágyó. Mi a cél, ha nem vagy túl nagyra vágyó, azért egyszer-kétszer azért szeretném mondjuk fellépni nagyobb helyen is, nem? Persze, hát szívesen fogadok minden megkeresést. Pont 2 hete volt egy fellépésem. De amúgy azért annyira nem látnak el. Hosszú évek teltek, de nem szakadtam el. Amikor téged meglátlak, az engem felemel. Sokszor mondtuk azt már, hogy ez így nem fog menni. Számomra egy létezik, őt nem tudom elengedni. Benned azt a tüzet láttam, amit még eddig soha, hogy együtt egy életen lehet, én voltam ostoba. Már a Horus és a COD-t szóba hoztuk. Velük lesz még további terv is?
tervben van, hát nem a COD-val, hanem Horus Marcus-szal van terve az ő lemezükön is, és az enyémen is. Nálunk most az élő projekt fut, ha jól láttam, most már egész régóta szinte csak úgy járnak felépni a zenekarral. Neked volt ilyenfajta terved? Nekem nem, engem ez, megmondom az őszintét, annyira soha nem mozott, rengeteg dolgom van igazából, és nem fér bele az időmbe, sajnos. Te elveszed az eszem azzal, ha rám nézel, vajon ez mikor múlik el, vajon még hány év kell? Sokszor búcsút intettünk, talán ez lesz az utolsó, vagy ismét rájövünk arra, hogy egymás nélkül nem jó. Csak telnek a napok, és eltelnek a hetek, sok csajszi próbálkozik, de boldog veled lehetek. Köszönök neked minden egyes szép emléket, a szerelmünk különleges, remélem te is érzed. Mondj nekünk valamit a következő, hát néhány hónapra, amit az évből el fog telni, illetve talán már jövő évről is lehetne egy-két dolgot csepegtetni. Hát ez az évem, ez elég sűrű, lakást újítok fel, tanulok mellett a fodrásznak, úgyhogy igazából... A festőfodrász. Festőfodrász, hát hajat is festek. Úgyhogy hát... Pajuszt rajzolsz a falra. Igen. Egyébként mostanában fog érkezni még egy új klippem. Egy nagyon jó újpesti barátommal és egy kedves lány ismerősömmel. Erről mesélj nekünk, mert ez gyakorlatilag friss dolog, úgy érzem. Ez nagyon friss. Igazából hát ez a lány is a volt barátnőm, aki énekel benne. Ő a legfrissebb kapcsolatom, ugye? Hát nem volt egy hosszú életű, de nagyon szép hangja van, nagyon ügyes. És hát akkor békében sikerült elválni tőle, hogyha még tudtál vele beszélni, hogy legyen valami kooperáció. Még éppen, hogy le tudtuk forgatni a klippet. Ahogy azt együttel terveztük régen, ahogy csak úgy múlnak az évek, mindenki alszik és csak te vagy ébren. A srác pedig egy újpesti haverom, igazából neki ez lesz az első komolyabb zenéje, BLR csinálta az alapot, de ez is egy elég jónak ígérkező kis muzsika lesz. Témaügyileg, hát ez nem is szerelmes, az így a világunkról szól, hogy milyen a világ, és hogy mindent megtehetünk, amit csak szeretnénk, harcolni kell az álmokért, nagyjából ennyi, egy körülírva. Ennél jobb végszót, hogyha akartunk volna, se tudtunk volna írni. Köszönjük, hogy itt voltál, Bélyest, hallhattuk és láthattuk, és bízunk benne, hogy jön még hozzánk újabb klipekkel. Köszönjük, hogy itt voltál. Sziasztok!